Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Szemünk Fénye című műsorát látják. Tudják, minden, ami a gyerekről szól. Vannak napok, amikor úgy tűnik, az egyetlen, ami kiszámítható benne, az a kiszámíthatatlanság. Az egyetlen jellemzője, ami következetes, a következetlenség. Az egyetlen, amit senki sem vitat, hogy az autizmus felfoghatatlan még azoknak is, akik nap mint nap találkoznak vele. Írja könyvében Ellen Nottbaum, szülőtanácsadó, akinek sikeres újságíró karrierje azután vett fordulatot, miután kisfia autizmus diagnózist kapott. Az autizmus születéstől fennálló állapot, de gyakran a diagnosztizálásig évek is eltelhetnek. Valójában azonban már pár hónaposan is vannak tünetek, amelyek figyelmeztető jelek lehetnek. Az autizmus pontos oka nem ismert, de egyre valószínűbb a genetikai eredet. 1000 gyermek közül 2-6 érintett van. Vendégem dr. Garainé Horváth Linda, a Pécsi Autizmus Alapítvány létrehozója és édesanyja, aki egy 11 éves autista kisfiút és egy 13 éves épp kisfiút nevel. Linda, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást és beszélgetsz velem. Kezdhetjük a személyes érintettséggel, kezdhetjük a fiaddal. Persze. 11 éves autista fiad van. Mikor így tudtátok van. Meg azt, hogy mi vár rátok? Hát azt, hogy maga, hogy autizmus, azt nyilván később. Nála elég hamar fölmerültek úgymond problémák, amire ugye a védőnő meg a házi orvos hívta fel így közösen a figyelmemet. Az első kezdetleges nagy mozgások indultak meg nagyon lassan nála. Olyan szempontból szerencsém volt, hogy van egy bátyja, aki 2 évvel idősebb, egy napon születtek a gyerekek, és így nagyon könnyű volt hozzámérni, hogy mennyire marad el, és valóban én is láttam ezt az elmaradást. Akkor ugye még nem merült föl az, hogy maga autizmus, egyszerűen csak azt láttuk, hogy mozgásban nagyon elmarad, illetve az is feltűnt, mintha úgy kevésbé értené azt, vagy követné azt, amit mi mondunk, vagy úgy esetleg a szemkontaktus. És akkor így kezdtük meg a pályafutásunkat, először a korai fejlesztőben, ahol elkezdték neki a mozgásfejlesztést, majd ott hívták fel először a figyelmünket arra, hogy itt értelmileg is valószínűleg valami érintettség van, de még mindig nem jött itt szóba az autizmus, azért az csak így, az így később, magánúton, másfél éves korában. Akkor diagnosztizálták? Nem. Diagnózis csak 4 évesen kapott, igen, 4 éves volt. Másfél évesen derült ki először az, hogy valószínű itt az autizmus irányába kell menni. Akkor mi még nem adtuk be a kérelmet, hogy vizsgálják meg a szakértői bizottságnál. Nyilván vártunk meg, akkor próbáltuk egyéb fejlesztésekre is hordani, de 4 évesen kapta meg magát az autizmus diagnózist. Addig meg folyamatosan ugye fejlesztésekre jártunk. Említetted itt az elején, hogy milyen eltéréseket vettél észre már pici babakorában. Egyrészt a szemkontaktus, meg hogy nem reagál, illetve a nagy mozgásokban ugye, hogy elmaradás volt. Hogy zajlott ez az első 4 év? Tehát abban milyen jelek voltak, amiből így lehetett tudni, hogy ez afelé megy a diagnózis? Elsődlegesen ugye a nagy mozgások, az, hogy jóval később kezdett el bármit is csinálni. Tehát az elsődleges, ugye, amikor megfogjuk, még pici baba, fölhúzzuk a kezénél fogva, és hogy tartsa a kis nyakát, a fejét, ez már nem ment neki. És innentől kezdve igazából már minden elkésett, minden késve érkezett, a forgás, a mászás, a különböző milyen fontosabb mozgások. A járása is 2 évesen tanult megjárni, de egyedül biztonsággal, én szerintem 3 éves koráig nem is tudott, tehát folyamatosan a kezét kellett fogni. Ez viszont annyira rögzült benne, hogy a mai napig csak úgy jön az utcán, hogyha fogja a kezünket. És ez mellett ugye az értelmi elmaradást is mindig fokozatosan láttuk. Tehát amikor próbáltam ugyanazokat a játékokat játszani vele, amit például a nagyobb testvérével ugyanennyi idősen játszottam, nem mentek, nem figyelte, nem nézett oda, nem értette, hogy most mit is kéne csinálni, tehát hogy itt mindig így görgettük magunk előtt, hogy hú, már ezt is kéne, már azt is kéne, de még az előző sem megy neki, tehát hogy azért itt szépen látszódott így fokozatosan, hogy mi az, ami hiányzik, és hogy közben meg egyre több minden hiányzik, amit már tudni kellene, úgymond.
Nem kis kihívás szembesülni ezzel a ténnyel, ugye, szülőként, hogy nehéz Ez pálya, így van. nehéz pályán Ez így vagytok. van. Mit kezdtetek ezzel a ténnyel, Linda? Én szerintem mi ugyanúgy végigjártuk ezt a gyászfázist, amit szoktak ugye ilyenkor mondani, amivel mi is kezdtük. Amikor először megtudtuk, másfél évesen privát külön helyen hívták fel erre nekünk így a figyelmet, tehát hogy nem szakértőinél vagy neurológusnál. Hát ott akkor az úgy teljes összeomlás szerintem mind a kettőnknek. Akkor egy ilyen össznépi kéthetes sírás, most mi lesz, hogy oldjuk meg, stb. És akkor innen utána, akkor úgy megráztuk magunkat, és akkor onnan fölálltunk, hogy akkor most viszont el kell indulni, és akkor folyamatosan olvasgattam, főleg én, ugye, én voltam otthon a gyerekekkel, én értem rá jobban, én néztem utána, hogy merre kell menni. Általában valahogy ugye ez mindig az anya feladata. Ettől függetlenül a férjem is, amennyire tudja, ő kiveszi nyilván a részét ebben az egészben. Abszolút mindig mindent meg tudunk vitatni, hogyha van esetleg egy-egy olyan vizsgálat, vagy egy-egy olyan felmérés, vagy fejlesztés, ahova elmenjünk, akkor azt mindig közösen hozzuk meg ott a döntést. De nem volt könnyű, tehát, hogy, és azt gondolom, hogy ez egy folyamatosan tartó dolog, hogy az ember eljusson oda, hogy elfogadja, ha egyáltalán el lehet fogadni, én azt sem tudom. Tehát, hogy én nem vagyok abban sem biztos, hogy ezt el lehet fogadni, mert mindig fölállunk, hogy azért na most elfáradtunk, most valami legyen már, valami legyen egy kicsit más, egy kicsit valahogy változtassunk, mert elfáradunk benne. Azért óriási energiát tud ez az egész elvinni, az állandó készenlét, az állandó felkészültség, az új dolgokat figyelni, olvasni. Éppen ahogy az elején a bevezetőben is elhangzott, hogy ami állandó, az tulajdonképpen az, hogy semmi sem állandó igazából, és ez az, ami talán a legnehezebb ebben az egészben. Akkor, amikor közlik a diagnózist, amikor így bizonyossá válik, hogy itt autizmusról beszélünk, kaptok-e segítséget ahhoz, hogy ezzel az információval, ezzel a helyzettel mit kezdjetek? Akár a fejlesztés kapcsán, akár a feldolgozás, az érzelmi feldolgozás kapcsán, akár esetleg sorstárs csoportokkalhoz valami kapcsolatépítés, bármilyen segítség érkezik ilyenkor? Hát sajnos minimális, azt kell, hogy mondjam, nagyon kevés. A fejlesztési lehetőségek állami szinten megoldottak, de az is nagyon kevés, mert nagyon kevés a gyógypedagógus, és már szegényeknek egyszerűen nincs erre kapacitása. Hát az, hogy hogyan fogadjuk el, vagy esetleg ehhez szakember, ilyet így sehol. Tehát, hogy én magamban utána tudok járni, tudok segítséget kérni, de igazából azon kívül, hogy tényleg megkaptuk a papírt, hogy a gyermek autizmussal érintett, és megvannak azok az állami intézmények, ahova tudok vele a későbbiekben menni, hogy hova fog tudni majd járni óvodába, iskolába. Ezeken túl, és akkor ugye ott az iskolai rendszeren belül, vagy az óvodai rendszeren belül majd megkapja a fejlesztését. Ezeken túl sajnos túl sok segítséget nem kaptunk. Neked volt egyébként korábban affinitásod? Akár a segítő témához, akár a gyerekneveléshez, akár a pedagógiához? Nem terveztem én egyáltalán így ebbe az irányba indulni, sőt volt olyan barátnőm, akinek, vagyis hát van a mai napig fogyatékkal élő testvére, és mindig én ilyen kis távolságtartó voltam vele, mert úgy nem nagyon tudtam, hogy őt most hogyan is kell kezelni. Nem volt bennem negatív érzés vele kapcsolatban, csak egyszerűen nem tudtam, hogy közelítsek felé. Érdekes, hogy mégis én sodródtam így ebbe az irányba, mert hogy én bennem úgy nem merült fel egyébként korábban az, hogy nem az, hogy nem mert segítek szívesen, hogyha tudok, nem arról van szó, csak hogy én nem éreztem ezt a témát magamhoz túl közel. Ezért a mai napig nem is tudok neheztelni az olyan barátainkra, ahol esetleg van olyan személy, aki a fiammal nem tud úgy kapcsolatba lépni, mert maximálisan megértem, mert ez nekem is nehezebben ment régen. Aztán ez teljesen átfordul nyilván, amikor az ember már minden nap ebbe él, és a hasonló gyerekekkel találkozik, egészen másképp tudok már hozzájuk közelíteni. Egyébként most érintettként, hogy ebben a cipőben vagy, és belülről éled meg ezt a helyzetet, van-e olyan dolog, amiben érzed, hogy jó lenne támogatás, jó lenne segítség, akár a családtól, akár a barátoktól, akár így nagyobb kontextusban? Mi az, amire szükséged van, vagy lenne szülőként? Nekem szülőként több szabad időre, több időre. És ezért is kezdtünk el együttműködni a pécsi szitteres lányokkal, és úgymond kiképezni néhány babysittert autizmus specifikus babysitterré, hogy picit jobban
több információjuk legyen arról, hogy mondjuk autizmussal élő gyermekek milyen speciális eszközöket, kommunikációs eszközöket használnak például a mindennapjaik során, hogyha őket kihívják egy-egy családhoz, mert éppen dolguk van, vagy egyszerűen csak szeretnének egy kicsit kikapcsolódni, akkor ők felkészültek legyenek az autizmusból, vagy legalább egy alapfelkészültségük legyen. Én azt gondolom, hogy inkább a szabadidő az, hogy több időt tudjak magamra fordítani, többet tudjak akár olvasni, akár elmenni, vagy a nagyobb az épp fiunkkal többet tudjunk esetleg hármasban tölteni. Igyekszünk erre nagyon odafigyelni, de én azt gondolom, hogy azért az kevés, tehát hogy lehetne erre több időt is szánni. Nyilván mindemellett jó lenne, hogyha még több lehetőség adódna, akár a fejlesztések tekintetében, akár vannak pécsetti szülőcsoportok, csak hogy valahogy azok úgy mindig úgy elpihennek, vagy ilyen kis hullámzóan működnek. Nyilván nagyobb összefogás talán jobb lenne, de elsődlegesen nekem így saját szempontból a pihenés az, amit mindig meg szoktam említeni ilyenkor, hogy nálunk az, ami ilyen kardinális kérdés, mert sokszor ugye az autizmussal együtt jár az, hogy nagyon rossz alvók a gyermekek, és hát nekünk ebből kijutott immáron, most már 8 éve mi nem annyira alszunk, vagy csak minimálisan, vagy keveset, vagy hullámzó, de azért az alvás, a pihenés az jó lenne. Beszéljünk egy picit a tünetekről. Ugye az egészen enyhétől az egészen fokozott súlyos tünetekig egész széles a spektrum. Nézzünk egy picit mögé, miféle tünetek lehetnek, milyen jelei vannak az autizmusnak. Igen, egészen az enyhétől egészen a súlyosség. Ugye az enyhébb az, amikor teljesen jól kommunikál, teljesen jól tud kapni, vagy nem is kapcsolatot építeni, pont, hogy ott lesz majd a nehézség, hanem hogy interaktív kommunikációba részt venni, hagyományos iskolába tud járni, tehát integrálható a gyermek, viszont nálam mondjuk vannak a szociális nehézségek, amik azért úgy elő tudnak jönni, de ugye ez az, amit nem annyira láttunk kifelé, maximum azt mondjuk azokra az adott gyerekekre, hogy olyan furcsák, vagy olyan mások. Picit szoktam mondani, hogy szerintem ők talán a legveszélyeztetettebb réteg, mert pont azért, mert hogy nagyon befelé visszatartják, ugye, mert ők is érzik, hogy mások, és hogy bizonyos dolgokat nem tudnak úgy elmondani, illetve nem tudnak úgy feldolgozni, mint esetleg az épp társaik, és ez miatt elég sok a frusztráció bennük, amit viszont nem annyira feltétlen mutatnak ki. Tehát értelmi akadályoztatottság itt nincs, itt nincsen. És akkor innentől kezdve igazából a súlyosig fokozatos és teljesen változó. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az épp emberek között itt sincs két teljesen egyforma autizmussal élő gyermek, ez mindenkinél más. Valaki jobban szereti, valaki teljesen abszolút szereti a testközelséget, szereti a bújást, valaki kevésbé, valaki például teljesen jól, szintén megint abszolút jól tud kommunikálni, teljesen jól elbeszélgetünk bele, például az alapítványnál, de neki meg annyira súlyos szenzoros érzékenysége van, hogy például egy ruhát egy 3-4 óráig tart, mire felhúz egy pulóvert vagy egy kabátot, mert egyszerűen annyira zavarják a címkék, vagy maga az anyaga, vagy bármi, ami ezzel kapcsolatban szóba jöhet. És akkor ugye van ugye a nagyon súlyos rész, amikor már értelmi akadályozottság is felmerül, nincs sem beszéd, sem kommunikáció, és tényleg csak pár éves gyermek szintjén vannak, és nagyon alapokkal kell elindulni náluk, akár a fejlesztés tekintetében is, és nagyon lassú léptekkel lehet haladni, de ők is tudnak fejlődni. Tehát akkor az, hogy autista van a családban, az nem jelenti azt, hogy ez egy homogén csoport, és mindenki ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe, hanem ahány ember, annyiféle, ahány érintett, annyiféle kihívás, és annyiféle speciális nevelési eszköz és módszertan szükséges, ugye? Jól értelek. Ez így van, mert valaki például jól működik, mondjuk, hogyha nem tud beszélni vagy kommunikálni nála, például jól működik a képcserés kommunikációs rendszer, valaki esetleg van annyira súlyos fázisban, hogy neki ez sem működik, tehát hogy ő ezzel sem tud kommunikálni, neki kell egy másik eszközt a kezébe adni. Tehát hogy nem feltétlen, tehát nincs egy ilyen út, amit mindenki végig tud járni, vagy nem lehet mindenkinek ugyanaz a megoldás.
Említetted, hogy nagyon jól integrálhatók, ugye az első csoport, akik enyhe tünetekkel léteznek, hogy könnyen integrálhatók a normál iskolarendszerben vagy intézményrendszerben. Azért, de most látom, csóválod egy picit a fejed, a könnyen integráltól lehet, hogy annyira nem könnyen, nem, ugye? Nem, azért itt is vannak problémák, ugye? Tehát, hogy nekik a például nagyon sokszor egy mondjuk egy 30 fős létszám azért az elég sok tud lenni. Tehát az lenne a legideálisabb eset, hogyha lennének olyan iskolák, vagy iskolán belül integráló iskolákon belül esetleg külön osztályok vagy csoportok, ahova kevesebb hasonló típusú gyermeket be lehetne tenni, mert ők azért egy ilyen 10 főben tudnának jól mozogni körülbelül. Tehát, hogy van, aki könnyebben integrálható, van, aki már kevésbé. Nem vagyunk közele ehhez az állapothoz, ugye? Így, hogy így a magyar rendszerre csak így egészen távolra rápillantunk, hát egészen távol vagyunk attól, hogy ilyen speciális intézmények működni tudjanak kifejezetten az autistáknak. Hát ez így van, sajnos igen, ettől abszolút távol állunk. Én azt látom, hogy szülők próbálkoznak, és ők kezdeményezik, és igyekeznek valami hasonlót létrehozni. Nyilván mindig mindenki abban gondolkodik, ahol éppen most az ő gyermeke tart. Tehát, hogy amíg nálunk is pici volt, mi is mondjuk gondolkodtunk egy magánoviba, aztán elkezdett nőni, és ugye elkezdődött az iskola, de közben kellettek volna a fejlesztések, akkor így lett végül az alapítvány, hogy akkor foglalkozunk a fejlesztésekkel. Tehát 2016-ban, 5 évvel ezelőtt hoztátok létre az alapítványt, ami a sorstárs segítésre fókuszál. Hány érintettje van, vagy hány partnere van ennek az alapítványnak? Elsődlegesen autisztikus tünetekkel élő gyermekek fejlesztésével foglalkozunk, tehát hogy nem napi szintű ellátást kapnak itt a gyermekek, hanem bejönnek és egy órás fejlesztésük van, ez heti egyszer többször kinek, hogy van rá lehetősége. Összesen most 18 kisgyermekkel dolgozunk együtt. Ők mind pécsi gyermekek? Nem, nem feltétlen pécsiek. Igazából járnak hozzánk Somogyból, Tolnából is, tehát hogy Baranya-Somogy-Tolna terület az, amit igyekszünk lefogni. Az első civil szervezetként alakultunk meg, aki ezzel foglalkozik, de nem mi vagyunk az egyetlenek, úgyhogy ha nálunk van 18, szerintem máshol is vannak még körülbelül hasonló számban. Én azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé nagy ezeknek a gyerekeknek a száma, és ez egyre csak nő. Egyre csak nő. Igen. Beszéljünk egy picit magáról, a fejlesztési programról, a programcsomagról, amit ti kínáltok. Mi minden van a ti portfóliótokban? Mindig első körben, ahogy a szülővel szoktunk beszélgetni, hogy azért mondja, vagy tárja elénk a problémát, hogy miben szeretne segítséget kérni. Ezt követően egy kérdőívet kérünk, hogy töltsenek ki, amit mi állítottunk össze, minden területre részletesen kiterjedő kérdőív. Itt azért mi már ebből a kettőből már van egyfajta képünk ugye a gyermekről. Majd ezt követően szoktunk kimenni házhoz megfigyelni, otthon a saját környezetben, kifejezetten azért, mert annyi sok vizsgálatra járnak ezek a gyerekek, annyi sok különböző vadidegen helyre cipelik őket, hogy legalább egyszer viselkedjen tényleg úgy, ahogy szokott a hétköznapokban, és lássam, hogyha kér egy innivalót, vagy egy játékot, azt otthon hogyan teszi. Sokkal könnyebb így nekem is megértenem a helyzetet, meg látnom már azt, hogy akkor itt mi hogyan fog tudni működni ebben az adott helyzetben, itt ebben az adott családban. Nem szoktak ezzel ellen a szülők problémázni, sőt, ők kifejezetten szeretik és örülnek ennek a megoldásnak, és ezt követően beszéljük meg közösen, hogy akkor abból, amit ők elmondtak számukra, ami az elsődleges probléma, és abból, amit mi leszűrtünk, hogyan állna össze az adott gyermeknek a fejlesztése. Van elérendő cél is? Bocsánat, van elérendő cél így időtáv ott tekintve, vagy nincs, csak nincs egy pont, közös munka van? Igen, nincs, pont azért nincsen, mert hogy, és ezt a tervbe be is szoktuk mindig írni, hogy nyilván rugalmasan kezeljük, tehát a gyermek egyéni igényei szerint. Lehet, hogy valaki gyorsabban halad, mint mi arra gondoltunk, lehet, hogy valaki lassabban, tehát, hogy abszolút ebben rugalmasak vagyunk. Időben nincs elérendő cél. Nyilván a későbbiekben az minden esetben, hogy minél önállóbb életre legyenek képesek ezek a gyerekek, mindig ez a cél. Minden tekintetben legyen az kommunikáció, vagy a kognitív területek abszolút. De én ezt időben nem szoktam behatárolni, hiszen mi sem vagyunk egyformák, valakinek egy szöveg megírására kell egy fél óra, valakinek több idő kell, tehát hogy én ebbe így nem szoktam határt szabni nekik. Optimális esetben mi a legjobb kimenete egy ilyen együttműködésnek, egy ilyen közös munkának? Mennyi ideig húzódik el, és mi lehet optimális esetben a legjobb kimenet?
Hát ez megint változó, és így ezzel egy mondattal erre nehéz nagyon válaszolni, mert hogy mennyi ideig húzódik el, van, aki 2-3 éve jár, és még mindig jár, és nem azért, mert a gyermek nem fejlődik, hanem egyszerűen, mert tényleg abszolút jól megindult a fejlődése, és a szülő is látja ezt, és tudja hozni, és van rá lehetősége, van rá ideje, energiája, anyagiakban is tud erre fordítani. Valakinél pedig lehet, hogy olyan élethelyzet áll elő, hogy nem tudnak egy bizonyos idő után jönni, tartanak egy fél év szünetet, utána megint szeretnének visszajönni, tehát hogy ilyen szempontból megint csak rugalmasak vagyunk nagyon, hogy ez így belefér. Nyilván ez egy állami intézményen túl egy szolgáltatás pénzért, tehát én megértem, hogyha valaki esetleg hosszú-hosszú évekig nem tud jönni. Kimenetele pedig szintén csak azt tudom mondani, hogy a minél nagyobb fejlődés elérése. Tehát szerencsére mondhatom azt, hogy kivétel nélkül például az összes nem beszélő kisgyerek elkezdett beszélni valamilyen szinten, valamilyen formában, és akkor ezt tovább építjük, ugye, hogy meglegyen a megfelelő kommunikáció például. De van, aki úgy érkezett oda, hogy az első egy hónapban nem is tudtunk vele foglalkozni, mert olyan hiszti ruhamai voltak, és egyszerűen hozzászólni nem lehetett. Most már ott tartunk, hogy, és kezdte augusztusban, most ott tartunk, hogy gyönyörűen ül 45 percig, mindegy szőnyegen, asztalnál, bárhol, és tök szépen dolgozunk, és abszolút odafigyel, és ott az együttműködés. Tehát, hogy nála már például ez egy óriási előrelépés volt, és ez az élet többi területén is hozza magával egyébként a pozitív megnyilvánulásokat. Tehát, hogy ilyenkor azért a szülők mindig elmondják, hogy jaj, hát történt az oviba is változás, és jaj, ott is mennyivel jobb, mennyivel könnyebben bevásárolunk, stb. Tehát, hogy az egyik helyen elindítjuk egy bizonyos dologban, és akkor utána az élet másik területén is hozza magával, és ezt nagyon jó látni, meg visszahallani. Említetted az előbb többször az önálló életvitelt, ugye a kívánatos cél, ugye odáig eljutni, vagy ezt megvalósítani. Amikor az autisták kapcsán, ugye beszéltünk, hogy széles a spektrum, az enyhétől a súlyos tünetekig, tehát nem lehet homogén csoportként tekinteni rájuk sem természetesen, de hogy amikor önálló életvitelről beszélünk, és egy optimális állapotot képzelünk el, akkor az milyen? Tehát mi az, ameddig el lehet jutni? Mit jelent az önállóság az ő esetükben? Itt megint csak nem lehet így homogénen elmondani, abszolút, mert hogy ez megint mindenkinek a saját igényétől, vagy nem is igényétől, hanem saját lehetőségeitől, meg hogy éppen mennyire van a skálának a súlyosabb részén, vagy mennyire az enyhébb részén. Nyilván az enyhén érintettek, ők abszolút önálló életre képesek lesznek, tudnak majd dolgozni, hogy eltartsák magukat, tehát hogy náluk az a cél. A személyes példát mondhatok, az én fiamnál nagyon alapvető dolgok a elérése, a cél igazából. Tehát, hogy ő nem fog tudni sosem dolgozni, ezt pontosan tudjuk jól. Ő ugye a skálának a súlyos részén, ő értelmileg is súlyosan akadályozott. A skála súlyosabbik részén van. Nála olyan alapvető célokat tűzünk ki, hogy egyedül felöltözzön majd egyszer idővel például, vagy hogy ja, hát ő nem rág a mai napig például. Ő nem rág. Nem, ő nem rág. A mai napig pépeset eszik, tehát hogy nálunk ilyen célok vannak, hogy akkor majd egyszer egy idő után majd tudjon rágni, akár tudjon magának innivalót tölteni, hogy ne kelljen azt is külön kérnie, tehát hogy tényleg nála olyan mindennapi alapvető dolgokat kell megtanítani, hogy ez elég messze áll attól, hogy ő majd egyszer, nem tudom, dolgozzon, vagy családot alapítson. De mondom azt, hogy hova jussunk el, az mindenkinél a saját egyéni szintjének megfelelően tud történni. Tehát, hogy nem lehet ugyanaz az elvárás mindenkinél. Tehát, ha jól értelek, akkor szülőként a hosszú távra tervezés az nem nagyon lehetséges. Az nem. Nyilván tervezünk, nyilván próbáljuk mi is, hogy majd, hogyha felnőtt lesz, vagy majd, ha egyszer mi már nem leszünk, akkor mi lesz. Tehát, hogy ezt megalapozni. Nem mondom azért, hogy minden nap ezen agyalunk otthon. Nyilván időnként feljön, ez így természetes, erről beszélgetünk, hogy legyen, majd mind kéne ezt megoldani. De egyelőre igazából itt napról napra szól az élet. De ugye olyan nagyon hosszú távra előre tervezni nem tudunk. Ugye itt az elején is mondtuk, a következetlenség, illetve a tervezhetetlenség és az állandó változás az, ami biztos, az egyetlen dolog, ami biztos ugye ebbe a létállapotba. Mikor van a megnyugvás, Linda? Mikor vannak a nyugodt pillanatok? Amikor alszik. Erre ezt tudom mondani, és ebben az érdekes, ugye, hogy az örök, hogy mindig minden folyamatos változásban van, és kiszámíthatatlan, mert hogy őket meg pont arra tanítjuk, hogy, és nem is arra tanítjuk, hanem hogy náluk az az eszköz, amivel nagyon jól meg lehet őket fogni, és lehet irányítani, amikor jelzem nekik valamilyen módszerrel,
valamilyen vizuális eszközzel, hogy miután mi fog következni. Tehát, hogy ebben megint csak egy olyan kis furcsaság van, hogy ők is ugye pontosan ugyanezt szeretnék, hogy kiszámítható legyen minden, amit mi is szeretnénk csak. Ugyanezt keresik ők is, ugye, egy hajóban. Így van. Linda, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Köszönöm, hogy eljöttél. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogyha meghallgatták a beszélgetésünket. 2 hét múlva is várjuk Önöket itt a szemünk fényében. Minden jót, viszontlátásra! Thank you.